Sziasztok, itt vagyok Berlinben, most innen jelentkezek be, megyek az IFA-ra. Ez már a második nap, tegnap kint voltam, rengeteg újdonságot láttam. Szóval mivel, hogy hajnal 3-4-kor volt a kelés, a nap egyszerűen nem tudtam forgatni. Most megyek, már kinéztem, hogy mik azok, amiket szeretnék nektek megmutatni, és forgatok bent. De előtte bevonulok a vörös szőnyegen, mert hogy a sajtóakkreditációval külön bejárat van. Aztán szerintem szerzek egy adag koffein, mert nagyon álmos vagyok még mindig, annak ellenére, hogy azért 9 órát aludtam, és utána mutatom nektek az újdonságokat. Szuper jó dolgokat találtam lányoknak és fiúknak is, úgyhogy érdemes lesz velem tartanotok. Ez itt a messze Berlinnek a ikonikus tornya, és az pedig ott már a bejárat. És itt van a sajtó bejárat, mutatom is a jegyemet. És már mehetek is, és bent vagyok. Úgyhogy a következő képeket már bentről fogom csinálni, és mutatom, hogy miket találtam. De ez csak egy kis betekintés nektek, hogy is néz ki egy ekkora válság, kik vannak itt, mi mindent lehet látni. Azért ezt magyar léptékkel nehéz elképzelni, hogy elmegy egész nap az ember, és szerintem még mindig vannak pavilonok, amiket nem is láttunk. Jüres tangyán végre szereztem egy igazi eszpresszót, ami finom, és a németek nem tudnak egyszerűen normális eszpresszót főzni, az a híglötty, amit reggel kaptam a szállodába, abban szerintem se koffein nem volt, se kávé, úgyhogy megiszom és kezdődhet végre a nap. Ha már itt járok a Juránál, megmutatom nektek ezeket az új pici kompakt készülékeket. A legtöbb automata kávéfőzővel az a baj, hogy nem fér el a konyhapulton, ennek itt felül van a kezelőpanelje, egy ilyen nagyon szép letisztult. Hát nem mondom, hogy kicsi, de azért az alapvetően az igazi nagy darálós kávégépeknél kisebb. ...30-40 másodperc múlva már itt mutatja is az eredményt. Túl sok minden nem látszik, de majd elmondom nektek, hogy mi az, amit látni kell. Ez mutatja már a ráncaimat. Összesen 36 finom ráncom van. 458 púrus talált, amiben van valami. Piros foltjaim azok nincsenek, viszont sötét foltokból 79-et talált. Tehát alapvetően a bőröm tisztaságát, textúráját, illetve feszességén kellene javítani. És akkor most jön, hogy mit kéne csinálnom. Megmutatja, hogy min kellene javítani, az előző méréshez képest mi javult, illetve mi romlott, úgyhogy itt lehet nézni a hatékonyságát a különböző krémeknek. Na és akkor most jön a sminkeléses dolog. Nem tudom, hogy ebből mennyit fogtok látni. Bevásárolni akarunk menni, partizni, kint, irodába, vagy naplementébe akarunk sminkelni. És akkor ennek megfelelően beállítja a különböző fényviszonyokat, és úgy tudjuk a sminkünket elkészíteni. Ki tudjuk választani ezt, hogy milyen terméket használunk, ezt tudjuk tesztelni, be is olvassuk, és akkor meg fogja nekünk mutatni maga a tükör, hogy ez használta nekünk, volt-e haszna, jó terméket használunk-e, vagy értelmetlen pénzköltés volt. Ez a csodatükör, ez elvileg novembertől érhető el az európai piacokon, és 349 euró a tervezett ára. Azt, hogy a magyar piacon lesz-e, azt nem tudom, de nekem tetszik, de szerintem csajok, nektek is biztosan. És a fiúknak, akik szeretnek játszani, azoknak is van itt bőven mindenféle gaming kiegészítő dolog. Itt vagyok a Samsungnak a standján, elképesztően nagy, mint minden évben. Tele van megint újdonságokkal, de leginkább talán a Virtual Reality, ami egy szép meghatározó, az okos megoldások, az új tévé. Ugye úgy néz ki, mintha a falon csak egy kép lenne felakasztva, mégis igazi tévé. Ezen kívül ugye a gamer dolgok is helyet kaptak, háztartási készülékek, háztartási eszközök, de háztartási megoldásokon belül talán azt mondom, hogy most tényleg egy tavalyi után idén is előállt a Samsung egy újdonsággal, és már hangvezéréssel lehet a Smart Hub-ot üzemeltetni, így össze lehet ugye kötni az összes háztartási készülékünkkel, az okostelefonunkat, tehát nem kell most már hozzányúlnunk a hűtő ajtajához, mint a
zavar bevezettek, hanem egyszerűen csak annyit kell mondanunk a hűtőnek, hogy mutasd, hogy mi van a hűtőbe, és a képernyőre már ki is teszi azokat a kép, vagy azt a képet, amit a hűtőbe látunk. Ezen kívül el tudjuk indítani a mosógépünket is, hangvezérléssel, vagy akár a robotporszívót is. Minden most már hangvezérléssel lehet üzemeltetni. Persze, hogyha megfizetjük ennek a technológiának, illetve ennek az újdonságnak az árát, ez most talán itt a legnagyobb innováció. Tényleg itt egy fél napot el lehet tölteni a Samsungnál. Találtam egy házi sörfőzőt is, ez egy amerikai cég. Két héten keresztül kell viszont várni rá, hogy elkészüljön a házi sörünk, de nagyon egyszerű használat, a dobozból be kell dobni magába a sörfőzőbe az alapanyagot. Ez két óra alatt lefőzi, átszűri, és két hét után már lehet is fogyasztani, hogyha van elég türelmünk kivárni. És mutatom, hogy itt vannak a különböző típusú sörökhöz való alapanyagok, amiből lehet válogatni. A háztartási készülékek piacán talán ez a vákumos blender vagy turmix volt az újdonság, amit eddig még nem láttam. Vákumot hoz létre, mielőtt elkezd turmixolni, hogy minél kevésbé érintkezzen levegővel az összeturmixolt alapanyagunk, a smoothing. Látható, hogy a mixerrel, high speed juicerrel, slow juicerrel, high speed blenderrel, illetve vacuum blenderrel milyen végeredményeket kapunk. Lehet belépni a Limper valóságába, a legújabb hűtőcsodákat lehet megnézni. Retro design mellett az egyedi hűtők is hódítanak, a Limpernek ki lehet választani, hogy mit szeretnénk, milyen szint, mi kerüljön rá, és el lehet készíteni a saját hűtőnket. Ismét rengeteg a robotporszívó a választékban, mindenki valami újdonságot hoz. A Miele is hozott egy új robotporszívót, azon túl, hogy a technológiai újdonságokat, illetve jobban fel tudja szedni a portba, benne két kis kamera, tehát hogyha nem vagyunk otthon, akkor applikáció segítségével szét tudunk nézni a lakást, meg tudjuk nézni, hogy mit csinál a kutyánk, mi történik, tehát egy kis kém is működhet, hogyha az elején mint két kicsi szem, ez a két kis kamera, és akkor azzal mutatja, ne is, hogy itt leesik, vagy nem esik, hogy a lépcsőnél is el kell félni, mert nem fog leesni, megfordul. Kerjernek meg olyan ablak tisztítóját, és itt egy hölgyön keresztül megnézzük, hogy a ablakot tisztítani. Ablak tisztító is minden. Be kell odailleszteni, és akkor be is szívja a vizet, mindjárt kiderül, mi történik. Jó, tökéletesen tisztítja az ablakot. És ennek az ablaktisztítónak van egy ilyen rózsaszín változata is, amit szintén meg lehet vásárolni, az valószínű, hogy ez csak Németországban érhető el, ez a csodás rózsaszín modell, és itt egy alapítvány támogatnak az ebből befolyt összegből, tehát ennek az eladási árából 3 euró megy a Pink Ribbon Deutschland alapítványnak. De még nem elképzelhetetlen, hogy Magyarországon is fogunk tudni ennél dolgozni, nem csak a sárga-fekete-fehér kombinációja lesz a Carriernek, hanem ez a csodás rózsaszín is. Most ismerkedtem meg Biancával, a Candynek a legújabb mosógépével, ami megtanít mosni, tehát már nem kell tudnunk, hogy mit, hogyan kell mosni, hanem egy applikáció segítségével, akár meg is mondja, hogy ha megkérdezzük tőle, hogy a csokoládéfoltot hogy tudjuk kiszedni, akkor a telefonunkban el is mondja, küldi az üzenetet, telefonunk segítségével minden programot el tudunk indítani, hogy végre egy házi segítség azoknak is, akik nem tudnak mosni, illetve azoknak is, akik már tudnak mosni, mutat mindenféle statisztikákat, hogy mit kell csinálni, mikor kell tisztítani. Ez egy újdonság most a mosás területén.
most jártam az IFA Next nevű pavilonba, leginkább startupok vannak, nagyon pici stand, úgyhogy sajnos benne nem tudtam forgatni, mert óriási volt a tömeg. Rengetegen érdeklődnek az innovációk, illetve a startupok által hozott ötletek iránt. Ezek zömében, hogy így elnéztem, nagyon fiatal fiúk, lányok, akik hozzák az ötletüket, keresik a befektetőket, Kickstarteren keresztül hirdetik a terméküket, úgyhogy találkoztam olyannal is, akit már egyébként korábban a Kickstarteren láttam. Ez a növény, kis otthoni növénytermesztő kis edényke, ami nekem nagyon tetszett. Általánosabban elmondható, hogy az okos megoldások, a smart megoldások a jellemzőek. Tehát mindenki, aki itt volt ebben a pavilonban, azt mondom, 90%-uknak a terméke már összekapcsolható valamilyen telefonos alkalmazás, és azon keresztül lehet használni a termékeket. Egy nagyon érdekes dolog volt, úgyhogy szerintem, hogyha vannak magyarok között is önök, akik ilyenben gondolkoznak, akkor érdemes, vagy ilyen ebben a szakmában dolgoznak, akkor érdemes egy ilyen kiállításra kijönni, hogyha kapcsolható valamilyen szinten a háztartáshoz, a szórakoztató elektronikához az újdonság, mert tényleg irdatlan mennyiségű ember volt itt. Szerintem ebben a pavilonban láttam a legtöbb embert, összehasonlítva az összes többivel, mindenki szeretné megtudni, hogy mi lesz a jövő. Az Edzsi standján már tavaly is kint volt egy nagyon klassz téli alagút, ahol különböző természeti dolgokat mutattak meg, nagyon életűen. Most még megmutatom nektek, és nekem ez tavaly nagyon tetszett. Sajnos a videók nem változtak, azok ugyanazok, mint amivel tavaly készültek az IFA-ra, de az élmény szerintem nagyon jó, hogy ezt is megmutatom. Pedig már itt az ultra vékony LG TV-k. LG mosó és szárító megoldása. Ez egy ilyen speciális szárító szekrény, amiben mozognak a ruhák, és előleg ki is egyenesednek, mindjárt mutatom mozgás közben is. Részemről vége van már az IFA-nak, nagyon elfáradtam, most délután 5 óra van, reggel 10 órakor mentem be. Tegnap is lejártam a lábamat, ma is. Ennyi dolgot tudtam nektek megmutatni, de érdemes a blogomra is felmenni, mert ott is lesznek még bejegyzések az élményekről, illetve az újdonságokról. Olvassátok azt is. Hogyha röviden össze kellene foglalnom az IFA-n látottakat, vagy hogy mik azok a dolgok, amik újdonságok voltak, alapvetően azt mondanám, hogy a smart megoldások, tehát ezek az okos dolgok, az okos otthon, az okos edzés, az okos minden, tehát egy kicsit már kezdem azt érezni, hogy nekünk egy icipicit sem kell odafigyelnünk, mert a gépek mindent megoldanak helyettünk, tehát nagyon, nagyon ebbe az irányba megy el minden. Szinte minden gyártónak már megjelentek az okos alkalmazásai, ami összekapcsolja az összes készüléket mindennel, a telefonunkkal, tehát hogyha egyszer elveszítjük a telefonunkat, akkor onnantól kezdve megszűnik a világ, mert nem tudjuk bekapcsolni a mosógépet, nem tudjuk, hogy mi van a hűtőben, fogalmunk nincs, hogy hány percet edzettünk ma, illetve hogy akkor milyen smink is áll nekünk jól, tehát egy kicsit azért ez szerintem veszélyes lehet, de majd az idő úgyis meg fogja mutatni, hogy ezek most jelenleg jó irányok, vagy egy kicsit már az ön elbutulás felé halad az egész társadalom. Minden esetre nagyon izgalmasak a készülékek, az innovációk, a megoldások. Kérdés az, hogy tényleg a napi életben mi az, amit reálisan tudunk hasznosítani, reálisan tudunk majd beépíteni a mindennapjainkba. Ezeken kívül a gamer dolgok kaptak nagyon nagy szerepet, nagyon nagy teret. Ehhez én sajnos nem értek, de remélem, hogy ez a pár kis rövid film, amit megmutattam nektek, és hogyha ti értetek ehhez, akkor az tetszett, inspirált titeket. Ami még nekem érdekes volt, hogy kint a szabadba fel volt állítva egy óriási nagy színpad, és a színpadon játszottak a gamerek egymással. Ezt közvetítették, és óriási képernyőkön lehetett szemmel, hogy nyomon követni ezeket az eseményeket. Néha tapsolt a tömeg, éjjelzett.
fogalom nem volt, hogy mi történik, megvallom őszintén, de akik ezt nézték, azok úgy tűnt, hogy borzasztóan élvezik. Ez volt még a másik nagy terület, ami nekem feltűnt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen jellegű megoldás van, illetve hogy ehhez kapcsolódóan a VR dolgok, amik megint egy kicsit távol esnek tőlem, de lehet, hogy jövőre már VR szemével fogunk főzni, ez majd kiderül. Remélem, hogy tetszett ez a kis IFA összefoglaló nektek. Bocsánat, ez most nem volt annyira összeszedett, mint amennyire szokott lenni, de nézzétek most ezt el nekem, mert tényleg borzasztó fárasztó azért itt bejárni a vásárnak a területét és figyelni, és az a rengeteg impulzus, ami ér, az valami hihetetlen fárasztó. Várom a kommenteteket, hogy nektek mi az, ami tetszett, mik azok az innovációk, amiket mondjuk így, vagy termékek, amiket ti szívesen látnátok akár a magyar piacon és azok között, amiket nem mutattam, vagy amiről a blogomban olvastatok. És hát jövőre remélem, hogy megint tudok jönni, és megint tudok itt egy kis ízelítőt adni nektek ezekből. Ha tetszett ez a videó, akkor egy like-ot jelezzétek nekem, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, nézzetek szép Instagram oldalamon, mert ott is vannak képek, és a blogomat is olvassátok. Sziasztok!